manifestációnak, én Magyarországon minden szerénytelenségnek mondhatom, az egyik mestere vagyok. Lifetáció az azt jelenti, hogy lifegés, levitáció, meditáció, tehát egy gumimatrac kikötözve a bújjához, kinyúlt fürdőbugyival és az órákon átvaló ringás. 8,5 órás lifetáció a csúcsom, az azt jelenti, hogy még pisilni se szállok le a gumimatracról, mert az megtöri az ottlétet. Utoljára kiskoromban égtem le, mert hogy rárakom magamra a védő-óvó szimbólumokat. És van körülöttem egy búra, ami kiszűri a káros napsugarakat. Csak kakaóvalja. Gyorsan eltelt, túl gyorsan. Vagyis jól. Tehát amikor repül az idő, az azt jelenti, hogy jól érzed magad. Tehát olyan még úgy szívesen lettem volna ott. Mit miért hoztál, miről mit kell tudni? Wow. Na, ez valójában nem recept, hanem játékosság. Úgy hívtam el, úgy neveztem el, hogy színes jutuló mandala. És a játéknak az a lényege, hogy a főzéssel te nem csak az élelmiszert veszed meg, tehát konkrétan az uborkát, a fűszereket, a jutulót, az akármit, hanem azt az energiát is megeszed, amit beleviszel. Ezek a kaják, kérem szépen, energetizálnak, és hát mivel afrodiziákumokról van szó, az életerőnek a serkentése a lényeg. Oregano, rozmarin, bors, kömény, kapor, zeller. Milyen hatása van ez arra az ember, aki ezt megeszi? Tölti, drágám, tölti.